A kreatív tanodában számos fejlesztő foglalkozáson vesznek részt a 6-tól 10 éves gyermekek. Mike Andrea eddig leginkább felnőttekkel foglalkozott, de leginkább a gyermekeket szerette volna tanítani. Ő főleg a mozgásban segíti a fiatalokat a táborban, és azt vallja, hogy sok mindenre lehet gyógyír a sport. A mozgás az megoldás lehet akár egy önbizalomhiányra, lelki problémákra, vagy bármilyen problémára így az életünkben. És úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos a táborban az, hogy játékos módon fejlesztjük a gyerekeket, hiszen így tényleg a játék öröméért fognak ők mozogni, tevékenykedni, örömüket lelik benne, saját maguknak ez egy pozitív tevékenység, és így tényleg a belső motivációjukat tudjuk előhozni. Különböző feladatokkal fejlesztik a kicsik koordinációját és kondícióját. A klasszikus fogócskán és kiszámolós játékokon kívül akadálypályát is teljesíthetnek a lurkok, és sok egyéb elemet is használnak a tevékenységekhez, mint például egy labda vagy babzsák. A temérdek játékos mulatsággal Andreának az a célja, hogy átadja a mozgásélményét, és ezáltal megkedveljék a sportot a gyerekek. Nekem tényleg az a küldetésem itt a táborba, közösen Adrival, hogy ebben az egy hétben is, bármennyire is kevésnek tűnik ez az idő, de hogy a gyerekek életébe részesei legyünk annak, hogy a mozgás koordinációjukat is fejlesszük, és tényleg az a célom, hogy a jövő generációját a sport szeretetére neveljem, hogy azt, amit én érzek, szeretetet, örömöt a mozgás során, és amennyire elkötelezett híve vagyok ennek, azt a gyerekeknek is át tudjam adni. 2 éve foglalkozik táboroztatással a Bagoly tanoda ötletgazdája, Sekk Kovács Adrián. Az egy hét alatt számos környezetismerettel kapcsolatos témával ismertetik meg a gyerekeket, és sokat foglalkoznak az állatok védelmével is, amiket mind játszva tanítanak meg a fiataloknak. Élménypedagógiával próbáljuk átadni nekik a tudást. Fókusz helyezünk a környezetismeretre, a természetismeretre, így minden nap foglalkozunk egy kicsit a vizek megóvásával, a szelektív hulladékgyűjtéssel, és ezt mind olyan formában tesszük, hogy nem leültetjük őket az asztalhoz, mint az iskolában, hanem kimegyünk például a játszótérre, és itt a szomszédos játszótéren van egy olyan eszköz, amiben be lehet ülni, és így tekergetni kell, és ott például a föld, hold, nap, dagály viszonyát tudtuk így lemodellezni velük, illetve a víznek a körforgását a homokkal, ugye a játszótér kint, úgyhogy megpróbáljuk őket ilyen játékos formában átadni a tudást. A szervezők célja, hogy a kicsik különleges élményekkel teli szórakozással töltsék az időt, mégis hasznosan. Összességében az a célunk, hogy egy olyan helyen legyenek a gyerekek, ahol gyerekek lehetnek tulajdonképpen. Rengeteg olyan játékot játszunk, amit azt mondják, hogy ó, én ezt már kinőttem, ezt nem szeretném kipróbálni, és a végén ő lesz az, aki nem hajlandó abba hagyni, mert még játszani szeretne. Egy olyan helyet szeretnénk létrehozni, ami tulajdonképpen, ha lehet ezt így nevezni, egy varázslatos hely, ami tele van mesével, élményekkel és kreatív foglalkozásokkal, és hogy a gyerekek pénteken úgy menjenek el, hogy ők szeretnének még jönni, és alig várják a következő nyarat, hogy visszajöhessenek. A gyerkőcöknek fontos szabályokat is be kell tartaniuk. Vigyázzunk egymásra, nem játszunk a székkel. Az egyik kis táborozó beavatta stábunkat, hogy mivel telik a napjuk. Mindent csinálunk, itt a sátrast is csináljuk, meg ilyen akadálypályát is, és akkor vannak ilyen játékok, meg kedden csináltunk ilyen kőfestést. Én csináltam epreset, volt pingvines, volt baglyos, meg volt unikornisos. A kreatív feladatokat kedveli leginkább Gergye Zita, aki egy nyakláncot is készített magának a tábor alatt. Ezt is úgy festett, rajzoltam, és ezt felfűztük egy ilyen kis madzagra. Idén 3 turnust indítottak a Bagoly tanodában, és jövőre is szeretnék megszervezni a nyári kreatív tábort. Az ötletgazda elárulta, hogy az utolsó napon mindenki egy kis meglepetéssel térhet majd haza, hogy később is emlékezzen az itt szerzett élményekre.